sose csükked el, mert a dalos kedvet a jó Isten adja, ő ad erőt a nagyja. Dalolva érkeznek vissza a kis cserkészek a portjáról. Míg az idősebbek egy 10 kilométeres túrán vettek részt, addig a három fiatal őrs a 3 kilométerre levő tanyahelyen portyázott a nap folyamán. Itt különböző ügyességi játékokban mérték össze erejüket. Hulafkarikával, még a zsákbaugrálás, meg a talicskázás. A cél az, hogy a csapatok megvásárolják az ügyességi fokozatukat jelző különböző színű szallagokat. Játszunk ilyen játékokat, és aki a legtöbb pénz gyűjti, vannak az arany meg az ezüst, és ezekből kell megvenni. A sikerhez nagyban hozzájárulnak az ősvezetők is. A vezetés elsősorban példa, szóval, hogy a gyerekeinket megmutassuk neki, hogy hogyan kell ők mozogjanak, és főleg, hogy egybe rakjuk ők, hogy összekovácsoljuk őket, hogy egy őrsként elérjenek valami sikerélményt. A versengés idén a Mátyás király emlékév jegyében zajlik, így a gyerekek a hét folyamán az igazságos magyar királyról szóló legendákat is tanulmányozták. A Mátyás király is az egyszer volt Budán kutyavásár. Mi mindent tanultál meg ezekből a történetekből? Hát azt, hogy nem szabad lopni, nem szabad csalni, nem szabad hazudni. A csapattábor a szeptemberben kezdődő cserkészév záró programja. A folyamatos cserkészmunka során azokat a tudást, illetve gyakorlatot, amit elsajátítanak a cserkészeink, itt tudják a csapattáborba alkalmazni. Így beszélve az ősi szellemről, a körletnek a kiépítéséről és hasonlók. A temerini cserkésztáborba a helyieken kívül csantavérről, királyhalomról, hajdújárásról, keviről és bogarasról is érkeztek résztvevők, így a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 12 csapatából 5 képviseltette magát. Ez az évnek a megkoronázása, és igazából ez a legnagyobb élmény nekik az egész cserkész évben, és ezt utána ebből az élményből táplálkoznak egész évben, és ez motiválja őket. A vajdasági cserkész csapatok évzáró táborát a temerini önkormányzat mellett a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Kormány és a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatta.